Az új alapok kiásásával és betonozásával ténylegesen is elkezdődtek a hunyadi városi közösségi ház felújításának, bővítésének munkálatai. A már elkészült alapok és a kijelölt terület jól mutatja, mennyivel nagyobb lesz az épület. A felújítás után az eredetileg 80 négyzetméteres, 110 éves ház 300 négyzetméteres épületkomplexumra bővül. Az eredeti házat hozzáépítéssel bővítik három egymástól teljesen függetlenül használható részre. Az új közösségi házban egy 120 fő befogadására alkalmas előadóterem is lesz. A beruházásra Kecskemét önkormányzata 127,5 millió forint vissza térítendő támogatásban részesült a terület és település operatív program keretén belül. Az épületet Kovács Ferenc, Hunyadi Városi Építészmérnök tervezte. Az új komplexum kialakítása mindenféle rendezvényeknek megfelel majd a gyűlésektől, a kulturális, közösségi összejöveteleken át, akár az egyházi eseményekig. Energetikai szempontból is rendkívül előnyös és példamutató lesz az új épület. A közösségi háznál geotermikus fűtést, hűtést használnak majd, és megoldják az esőcsapadék összegyűjtést, amivel a közösségi kertet művelők tudnak majd locsolni. A tervek szerint az épületkomplexum még 2022-ben elkészül.